Sziasztok! Amit látjátok, ismét Dunapart, ismét Móló, és ma úgysit a nap, hogy csak na, elképesztő. Ma arról fogok nektek beszélni, hogy tanultam egy vadonatúj technikát, miszerint simán megcsinálom magát a videót. Ezt a videót egy videószerkesztő, egy ingyenes videószerkesztő programmal összefűzöm, teszek alá zenét is, és ezt fogom föltenni. Tudom megosztani minden gond nélkül, Facebookon, Instán, YouTube-on, ahol csak akarom. És prémán működni fog minden. Ez egy nagyon jó kis technika, ezt most tanulom. Azt vettem észre, hogy ezt lehet csinálni, meg hát ugye a tegnapi Instagramos képzésen is volt arról szó, hogy kell ilyeneket csinálni. Hát, úgyhogy most én ezt megcsinálom. Akit pedig érdekel, hogy hogyan lehet ezt csinálni, technikailag hogyan lehet ezt végrehajtani, hát azt kérem szépen, hogyha az EOH csoportban van, akkor neki csak egy jelentkezés, hogy hát, mutassam már meg, csináljak már egy olyan tutoriált, mert addig nem állok neki, ameddig nektek ilyenre nincsen szükségetek, feleslegesen, de ha elegen kéritek, akkor fogok csinálni egy ilyen tutoriált, hogyan lehet csinálni ilyen videót, és hogyan lehet azt a különböző helyeken megosztani. Én most nem fogok abba belemenni, hogy a videókészítés különböző feltételei, és a videókészítést most így csináld, vagy úgy csináld, hogy fekvő legyen a kép, és mindent lehessen látni, és tudjál mutogatni közben, amit szintén látnak. Vagy álló legyen a kép, így is tudsz mutogatni, csak akkor, ami mögötted van, az nem olyan széles. Minden esetre, a YouTube jobban szereti a fekvő képeket. Néhány ember szintén jobban szereti a fekvő képeket, de a Facebookon megoszthatsz állóképet is, és fekvő képet is. Az Insta kifejezetten csak az élőképeket szereti, mert ha te fekvőképet csinálsz, akkor azt ilyen kicsi kockára fogja kitenni, és nem fog rendesen megjelenni. Aztán, ami még fontos, a hang. Hát használhatsz mindenféle mikrofont, de ha rám hallgatsz, akkor a saját fülhallgatóját. Persze természetesen használhatod azt a mikrofont úgy, hogy elrejted, hogy a szél ne fújjon bele, és így akkor a hang is sokkal jobb lesz, gondolom most élvezed a hangminőség különbséget. És olyan telefonod van, amelyik alkalmas például nagy látószögnek az elkészítésére, akkor változtathatsz a képeken, mit szeretnél, milyen közelről, vagy milyen távolról akarod látni azt, amit éppen meg akarsz mutatni a te közönségednek. Én minden esetre azt javaslom, hogy mindenféleképpen döntsd el, hogy mit szeretnél, melyik platformon szeretnél többet jelen lenni, válaszd ki azt a fajta videózási formát, és használd azt, hiszen a számodra az lesz majd a legjobb. A másik, amit ajánlok, nézd meg, hogy azok, akiket te követsz, akik a te mintaképeid, például a felső vonalad, vagy egy olyan online marketinges, aki számodra nagyon szimpatikus, ő milyen módon használja a kameráját, hogy fekvő, vagy álló, egyáltalán a telefonját használja, vagy esetleg egy kamerát.
át, hogy nézd meg, hogy ő mit csinál, és csináld te is aszerint, hiszen ő már ugye kialakított egy olyan közönséget, egy olyan követőtábort, amely megszokta az ő stílusát, és ha te is le akarod őt modellezni, akkor nyugodtan használd te is azt a fajta stílust. Na, hát sziasztok! Ennyit akartam mára mondani nektek. Nagyon szép hetet kívánok. Most már ugye holnap péntek. Ez volt a digitális nyugdíjas naplójának 10. bejegyzése. Augusztus 13-án, szerencsére nem pénteken, hanem csütörtökön, de ne felejtjétek, már csak egy nap, és itt a hétvége, és a jövő héten pedig hosszú hétvégénk lesz. Na, addig is szép napokat nektek, sziasztok!